Négy évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat Tóth Attila, a Tévhittese elnöke fejében, hogy az Európai Sporthét rendezvényeként különleges futóversenyt tartsanak. Az ötletet Tett követte, és az egyesület megszervezte a Michelin Race-t. Idén sportmajális keretében is megtartották a futóversenyt. Először a legfiatalabbak álltak rajthoz, a 6-12 éves gyerekeknek egy akadályokkal nehezített kört, a junioroknak pedig kettőt kellett teljesíteni a tó körül. A felnőttek két versenyszám közül választhattak. A 8,8 kilométeres gazella futam csak futásból, a kondi rész pedig TRX gyakorlatokkal nehezített kétkörös futásból, kocogásból állt. Külön elismerő díjazásban részesült a helyi Fészek lakóotthon csapata. A Michelini lakosságra számítottunk a gyerekektől a felnőttekig, és megpróbáltunk olyan programot nyújtani, ami minden korosztályt kielégít. Volt benne saját súlyos gyakorlatok, zsákcipelés, TRX evezés, és voltak súlyzós gyakorlatok, guggolás, merrőnyomás, feköltámasz. Ezt hát így a konditermi edzésekből vettük át. Úgy érzem, hogy aki tudta teljesíteni a távot, az mindenki kellőképpen elfáradt. Megmondom őszintén, hogy nem számítottam, hogy ilyen sokan jelentkeznek. Meglepett bennünket is, de örülünk neki, hogy ennyi embert össze tudtunk verbúválni erre a kis sportrendezvényre. A juniorok kétkörös versenyét Szabó Zoltán nyerte. Eléggé meg voltam magammal elégedve, fárasztó volt eléggé, de úgy összességben jó volt. Célba dobás. Eléggé fújt a szél, úgyhogy nehezen lehetett beledobni. Az elején kicsit lassabban, és az utolsó körnek a felénél kezdtem a gyorsabban futni. A 8,8 kilométeres gazella futamra nevezett Serbán Áron, aki elsőként ért célba a négy kör után. Hát azt szeretem a tájfutásban, hogy kell gondolkodni is, és hát már egy és fél éve tájfutok, hamarosan kettő. A harmadik körben volt egy kis pihenés, és a negyediket nagyon megnyomtam. Szabó Nóra, a kondi rész női győztese, összesített harmadik helyezett lett. Ez volt az első alkalom, hogy indultam, ugyanis nem régóta vagyok kosárlabdaedző itt a Michelini Egyesületnél, úgyhogy ez volt az első közös majálisom velük. Nagyon jó volt, nem mondom, hogy nem fáradtam el. Így amikor megtudtam, hogy még egy kört kell menni, és én úgy mindent végig kell csinálni, hogy kicsit lelombozottam, de a végére sikerült megtolnom az utolsó pár métert. Nagyon kisütött hirtelen a nap, azért az nem volt szerencsés. Hát talán itt a túloldalon van ez a, hogy a dombon föl kell vinni a súlyt, tenni egy kört és lejönni, hát talán azt mondanám a legkeményebbnek. A kondi rész után ugyan nagyon elfáradtak a versenyzők, jó kedvből nem volt hiány. Ez egy kicsit nehezebb volt, két évvel ezelőtt összesikerült hoznom itt egy bravúr bronzot, próbáltam most megismételni, az aranyra hajtottam. Most két év kimaradt, de két évig komolyan készültem erre a versenyre. Fölfogadtam egy személyi edzőt, aki összeállított egy edzésprogramot, meg levezényelte velem a gyakorlatokat. Sőt, még egy pszichológust is megfogadtam, hogy lelkileg föl tudjam dolgozni azt a traumát, amit az esélyesség terhe okoz, meg a verseny után, a siker után helyén tudjam kezelni a sikert, és verseny után is megmaradjak ugyanolyan szerény, visszafogottnak, mint verseny előtt voltam. Remélem, jó munkát végeztek, szerintem az első tízben most is bekerültem. Rosszul esett. Nekem egyetlen egy cél vezérelt, hogy a csundi előtt érjek be, legalább kettővel. A tüdőgyógyásza mondta, hogy azért kicsit jobban igyekezzek, de nem volt kellemes most. Covid sokat kivett belőlünk. A dombra a fölfele futás az volt. Abból nem kérünk még egyet, köszönjük szépen. Egy taktikám volt, minél előbb beérjek, mert az Árpi barátom sörre várt. A másik taktika, hogy a Michelini Ross Stewart előtt végezzek. Mind a kettő sikerült. Dacóval, a Covid-dal, a méhek rajzásával, azzal a híddal, akit nem tudom kiépített, azt ő kéne koncolni, mert az nagyon alacsony volt. Elégedett vagyok mindennel.